Sziasztok! Sziasztok! Ez itt Maja. És Liza. És itt a Roboraptor. És most a Roboraptor gameplayben az Outlast játéka fogunk játszani. Igen. Az Outlastet az a tény emeli a többi horrorjáték közé, hogy igazából nincs szüksége sok mindenre, hogy a félelmet, a feszültséget és az izgalmat egyszerre tudja átadni. Ezért is gondoltuk, hogy egyszerűségéből adódva nem csak nekünk, hanem a kevésbé gamer beállítottságúaknak is jó szórakozás, mi több para lesz az Outlast, ezt sikerült bebizonyítani. Jó, most már mindjárt vagyunk. Jó, az nekünk, ha mindjárt vagyunk? Nem, nem biztos. Úristen, előtt az áram! Oké, bekapcsolatom a kamerát, várjál, de nem világít! Uberre nem világít! Nem, nem ügyszem! Hú, maszki! Figyelj, én leülök itt a sarokba, valahol is megvárt. Aha, jó, és nézed, ahogy engem megvárnak. Igen. A játék során egy elhagyatott kolorádói elmegyógyintézetbe teszünk látogatást egy Mice Upser nevű újságíróval. Az ártatlan firkászt küldi ki azért, hogy ugyan nézze már meg, miért beszélnek arról, hogy az intézmény falai között furcsaságok történnek. Természetesen mi már játékosként tudjuk, hogy ahogy elfogadtuk ezt a munkát, úgy belőlünk a szart is ki fogják ijeszteni, így a játék legelejétől lehet már félni azon, hogy vajon mikor csap le ránk a borzongás. Fi, ez az ajtó nagyon-nagyon-nagyon gyanús. Mi az, hogy lehet? Nem tudom, nem tudom! Ne. Valami innen kell! A montreali Red Barrels első önálló horrorja kiemelkedően erős ahhoz képest, hogy mostanában szinte havonta jelenik meg valamilyen ehhez kapcsolódó játék. Alig találunk olyat ebben a műfajban, amiről már nekészült volna horror. Az Outlast sem szakít a hagyománnyal, csupán annyit tesz, hogy a játékmenet alapvető funkcióira összpontosít, és 100%-osan a rideg, vérfagyasztó hangulatot ömleszti magából. Akármilyen kötélidegekkel rendelkezünk, ember nincs, aki ne dobna hátast egyes jeleneteken. Ott van az nép, atya! Az az, ami a íz. Igen, 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 igen. Hogy jutunk oda vissza, emlékszel? Nem. Jó, arra nem. Arra van a tolószéges csávó. Akkor itt vissza. A klipbe vonunk. És akkor itt átmegyünk. Nagyon jó. Akkor most gyorsan megyünk, hát. Jó. Sziasztok. Hello. Integessünk neki. Ciao. Hello. Busz. Jó, emellett menjünk igen. Vissza. Ah! Jézusom! Ez mi az Isten csinál? Anyám! De hát az előbből még nem. Nem, az előbb még szenved, de lehet, hogy most se tud mozogni. Ráépetek a fejére? Menjünk nagyon gyorsan. Igen. Jó, menjünk. Na. Menjél már be! Jaj. Saját magamtól megijedem. Jó, és akkor... Aha, okay, jó, okay, hallottak csak. Mindegy. De szerintem most nem... Nézzük, ígyünk egy kávét. Ott ez a... Az villog? Ezzel valamit kell csinálni. Fogunk, figyelj. Igen. Nem értünk. Jó. Húha. Na, hello! Ide nem jössz, hello! Na, persze, hogyne! Jajjaj. Aha, mielőtt bármit csinálod, ne lekem a nevegedet, az, ami... A rohadt életben! Ne! Hogy jutunk ki innen! Fussunk! Fussunk bele, ne tudom futni, ne tudom futni, ne tudom futni! Hogy olyan meg... Mi az Isten csinál ez itt? Gyorsan, gyorsabban már, Istenért! Basszus! Fú, mi... Basszus, miért nem olvassuk el, hogy mi van odaírva? Mert be vagyunk tojva. Persze, hogy nem olvasok. Oké. Okay. Jó, hagyjál békén, menjél ide. Jó, menj ide, mert tudjuk, hogy kell csinálni, csak mindent. Ez egy zombi. Oké, okay, figyelj, most. Most megfordulunk, az a nevünk az jó, oké, menjünk, szaladjunk. Hopp. Gyerünk már, bújjál már be. Jó. Oké. Okay. És most mi van? Most várunk.
Miért? Don't try to fight. Ja, jó, oké. Okay. Az Outlast-ben nincs semmiféle lövöldözés, bombarobbantás vagy tömeggyilkolászás. Egy újságíró nem visz magával fegyvert, és az egész épületben sem fogunk találni semmilyen tárgyat, ami sebzésre alkalmas lenne. Pont az a lényeg, hogy nincs, mert összesen két dolog marad. A videókameránk, ahol az éjszakai módot bekapcsolva haladunk előre, és próbáljuk felmérni a sötét terepet, valamint elemek segítségével és gyűjtögetésével működésre bírni azt. Pont ettől a sallangoktól, lövöldözős jelenetektől mentesség adja meg az ízét az egésznek, és csak a menekülés marad a sötét zugokba és a szekrényekbe az elmebetegek elől. Teljesen védtelenek vagyunk a tébolyodott intézménylakókkal szemben, és ez az, ami miatt más az Outlast-e játszani, mint sok más horror FPS-sel. Most visszamegyünk, oda voltunk az előbb a világítomítóhoz, mert biztos vagyok benne, hogy előjön valami föl, hello doctor! Ajaj! Ne, nincs hello doctor! Ajaj! Nincs! Ne, ne! Outlast-et azoknak is tudjuk ajánlani, akik egyáltalán nem szoktak játszani, de szeretik a horrort. Kezdésnek egyáltalán nem bonyolult, csupán az alapvető funkciókat kell elsajátítani, és garantált a borzogás bárkinek, aki leül elé. Az ajaj, ki... Várj, várj, várj! Hát, igen. Annyira félek! És, még, és akkor most, és akkor most... És most már csak egy ajtó egyet, van. Kik, még... Ott van! Ááá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 
És legugoltam. Csak ne mozogja már az Istenért! Jó. De miért mész? Nem értem miért megy. Csak le akartam guggolni. Maradj nyugtalan. Nem maradj. De! Én el vagyok itt. De nem, most közel van, vagy távol? Hát, nem tudom. Maradj itt! Te észre fogja venni a hátamat! Nem, maradj. Le fog merülni az aksi. Okay, de... Vagy az elem. A rohadt életbe! Nincs több elem. Nincs több elemünk, bazd meg! Kamikáze! Hát kicsire kezdve, nincs több elemünk! Jó, akkor menjünk. Menjünk, aztán... De nincs több elemünk! Oké, okay. Menjünk. Te tudsz ugrani? Oké, okay, akkor fel. Jó. Oké. Okay. Ah! Nem akarsz semmit csinálni! Nem.
lett az a nevük. Hát jó. Jó volt, nagyon jó volt ez a játék. És... Várjuk, hogy még megölnek minket, vagy ne várjuk meg. De akkor öljenek meg. Jó. Én nem akarom megölni. Dehogy nem. Már úgyis. Nem is látom, hogy ki öl meg. Mekkorom sötét van. Na. Fie. Jó. El tudunk futni. Fuss, fuss! Már nem is vagyok nyomom be, ez akkor az egér. Oké. Nem oké. Ja? Hát most elvérzek. Jó. Hát ennyi. Mi megpróbáltuk, igen. Jó. Hogyha szeretnétek, hogy még féljünk, akkor ajánljatok nekünk játékokat, vagy mondjatok tippeket, hogy mit csináljunk. Sziasztok! Hey!